Börtönnel fenyegette meg az előválasztás miniszterelnök jelöltjeit Kövér László. A házelnök úgy fogalmazott, büntetőeljárást kellene indítani azokkal szemben, akik az alkotmányos rend felforgatására uszítanak. A DK jelezte, hogy nem ijedtek meg Kövér László szavaitól, és megígérik, hogy Dobrev Klára győzelme esetén elszámoltatják a jelenlegi kormánypártok politikusait. Ahhoz, hogy egy olyan ország legyen, ahol vége van az acsarkodásnak, és végre béke legyen ebben az országban, ahhoz először igazság is kell. Az igazsághoz pedig el kell törölni a kétharmados törvényeket, így vélekedett Dobrev Klára az előválasztás második miniszterelnök jelölti vitáján az alaptörvényről. A DK jelöltje mellett Márki-Zay Péter is hitettet amellett, hogy nem csak egy kétharmados ellenzéki győzelem esetén lehetne alkotmányozni, hanem feles többséggel is. Karácsony Gergely ugyanakkor a vitán szembeszállt a többi miniszterelnök jelölttel. Nincs ma Magyarországon jogász, Vörös Imre sem, már, aki ebben a vitában a válaszpontját megváltoztatta, aki egyetért azzal, hogy ezt meg lehet csinálni. Ez egy politikai humbug, amit mondasz. Igaz, a főpolgármester korábban azt is mondta, hogy nem tartja legitimnek az alaptörvényt, ezért nem is esküdne fel rá. Megállapítom, hogy az országgyűlés 262 igen szavazattal, 44 nem ellenében, egy tartózkodás mellett megalkotta Magyarország új alaptörvényét. A kormánypártok eddig nem szólaltak meg az általuk elfogadott alkotmány ellenzéki kritikái kapcsán, egészen idáig. Én azokhoz csatlakoznék, akik azt mondják, hogy ezek a nyilatkozatok átlépték a büntetőjog határait. Na most, hogyha nekem van igazam, akkor holnap büntetőeljárást kell indítani azokkal szemben, akik az alkotmányos rend felforgatására uszítanak. Kövér László ezután arról beszélt, hogy a nácizmus és a kommunizmus is abból jött létre, hogy néhány nem komolyan vehető figura elkezdett uszítani. Nem félünk, nem ijedünk meg, helyre fogjuk állítani a jogállamot. Arató Gergely hangsúlyozta, Dobrev Klára győzelme esetén kukába dobnák a jelenlegi alkotmányt. Ha győz az ellenzéki szövetség Dobrev Klára vezetésével, akkor el lesznek számoltatva az elmúlt 12 év bűnösei, és a Polt Péter utáni független ügyészség és független bíróság el fogja végezni a dolgát. Ezt én is megígérem önnek, szóval ha arra várt, hogy egy nyilatkozattal átlépjük a küszöböt, tessék, most megtettem, a parlamentben megtalálnak. Nem államellenes bűncselekmény, ha valaki csak elmélkedik az alkotmányról. Ez Bárándi Péter mondta híradónknak. Egy közjogi méltóság tesz ilyen kijelentést, akkor ez azt gondolom, hogy tagadása annak a pozíciónak, amit betölt, tehát hogy a parlament és tulajdonképpen az állam demokratikus működésének az egyik bástyája. A volt igazságügyi miniszter hozzátette, az is az ízlése ellen van, amikor ellenzéki politikusok börtönnel fenyegetnek kormányközeli üzletembereket, de ezeknek más a súlyuk, mint amikor egy közjogi méltóság teszi ezt.